Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Kénhidrogén, illetve kénhidrogénes víznek a felhasználása analitikai kémiában. Ezeket erre szeretnék egy kísérletet bemutatni, mégpedig a kémcsőben cinkszulfát oldat, cinktelen oldat és ólomnitrát figyelhető meg. Gyakorlatilag, tehát azt jelenti, hogy az cinkionokat és ólomionokat tartalmazó oldatnál el kellene, ha nem tudjuk, hogy melyik kémcsőben mi van, akkor is el tudjuk dönteni az alapján, hogy mi történik néhány csepp kénhidrogénes víz hozzáadása után. Tehát itt bizony már is látjuk, hogy fehéres színű csapadék, tehát nem csak fehéres, hanem fehér csapadék válik ki, és ez jellegzetes sajátossága, tehát ebben az esetben ugye cinkszulfid fehér csapadék válik ki. De csapadék azt jelenti, hogy nem oldódik a keletkező anyag, tehát korábbi elektrolitban jelenlévő cinkionok a szulfid ionokkal, amely a kénhidrogénes vízben volt, fehér csapadékot adnak. Az ólomionok pedig nagyon szépen kell, hogy mutassák, hogy sötét színű, fekete, mély barna, fekete, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy fekete színű csapadékot ad. Barna, fekete. Ha kicsit várunk egyébként, akkor ez a csapadék lelepszik az aljára. Itt már látszanak a cseppek, hogyha jól összeláztam az oldalát, akkor azért ott látszik egy-két csepp. Még adunk hozzá egy picikét, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy tehát a cinkion és az ólomion ragyogóan megkülönböztethető kénhidrogénes vízzel. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!